kastély a Loire völgyében. Chateau Dune. Chateau Dune nem tartozik a Loire-menti kastélyoknak nevezett látványosságok ismertebb tagjai közé. Általában elkerülik a Loire-menti túrát. De mi most kezdjük itt. Johannes von Dunois birtoka volt, aki Jeanne d'Arc hűséges követője és harcostársa volt. Orléani fattyúként is emlegetik, mivel 6. Károly király törvénytelen féltestvére volt. Az ősi várat már ő egészítette ki a Szent Kápolnával. Gyönyörű, késő gótikus alkotás lett. Hatalmas freskó ábrázolja a végítéletet, az igazak angyalok segítségével a mennybe jutnak, a bűnösöket a pokolban sanyargatják az ördögök, akik nem csak gonoszok, de elég randák is. A kastélyt unokája második Orléani Longevi Ferenc csinosította tovább. Reneszánsz szárnyal egészítette ki. A munkálatokat 1530-ra fejezték be. Nézzük meg, mit láthatunk belőle ma. A berendezés viszonylag szegény és finoman szólva fokhíjas. De a korszerű technika lehetőségei már Ottyártramkor is, az ezredforduló idején élvezetessé teszi a kastély megtekintését. Vége láthatatlan virágszőnyegen lépkedhetünk, néhány a múltra utaló eredeti tárgyat is találhatunk. De a fénytechnika a modern világba röpít vissza bennünket. A konyhában megismerhetjük az egykori ételkészítési technikákat. És hogy biztosra menjünk, itt van egy jó régi szakácskönyv is. A szolgáknak, apródoknak volt mit feltállalniuk az úrhölgyeknek. Ha a bástyára is fölmerészkedünk, a látvány igazolja, a Loire mentén vagyunk. Az apró kastélyparkban illatos virágok és tarka pillangók. Loire-ban már egy másik, ritkán, vagy talán sose hallott Loire-benti kastély tükröződik. A Chateau Montigny-le-Galneron. A Montigny kastély 1495-ben reneszáns stílusban épült. Egy késői utót Adrien Montmorency, Montmorency-Laval hercege, francia követ, saját és királya dicsőségére 1834-ben elkészítette azon királyi portréit, akiket képviselt és akiknél szolgált. A jelenlegi örökösök fotózni nem engedtek, aki látni akarja, annak oda kell menni. Chateau de Chambord. A Chambord kastély talán a legismertebb, de mindenképpen dobogós helyezett a Loire-benti kastélyok között.
a kastély Blois-ban és Amboise-ban székelő első Ferenc király vadászkastélyaként épült. De mérete meghaladja valamennyi Loire-menti kastély méretét. A tervek elkészítésében Leonardo is közreműködhetett. Bár az építkezés halála évében kezdődött. A kettős spirálú csigalépcső mindenképpen Leonardótól származhat. A francia forradalom alatt az eredeti berendezést tönkretették. Rekonstruálva ez a király szobája volt. Míg a király a vöröset, a királyné a kéket kedvelte. A királyné hálószobája. Ferenc nagyon büszke volt kastélyára, bár még nem volt kész, 5. Károlyt itt fogadta. Ez a díszes ágy és a pompás szoba már a pompakezdelő 14. Lajos ítlését mutatja. A hatalmas kastélyban szintenként 8 lakóegységet alakítottak ki, 450 termét, 365 tüzelőhely fűtötte. A híres csigalépcső mellett még 84 egyéb lépcsősorral is közlekedtek. Ferenc monogramját és címerállatát, a szalamendert valószínű szívesen látta. Mi is láthatjuk, bármerre nézünk. Ha a legfelső teraszokon vagy a tetőn körülnézünk, ha megszámolni nem is tudjuk, megcsodálhatjuk a tetők toronyocskák változatosságát. A mocsaras területen 5 méteres fa cölöpökre épült a kastély. Állítólag 1800 ember 25 évi munkája. Csatornarendszer imitálja a középkori vízzel körülvett várak hangulatát. Ilyen gyorsan nem tudunk továbbállni, de azért igyekszünk. A ló is helyesli. Már egy másik kastélynál járunk. Ez az úgynevezett elővár. Château Chenonceau. Mielőtt még valaki megnézni a térképet, be kell vallani, bár a Loire-menti kastélyok közé sorolják, ez a Cher folyó partjánál. E folyosó közepén volt a II. Világháborúban a németek által megszállott Franciaország és az úgynevezett Vichy állam közti határ. A kastélyt szokásos a hat nő kastélyának is nevezni, no, ez a három nem számít bele, és azok sem, akik a hagymával és a konyhában dolgoztak. Persze az ő munkájuk is elengedhetetlen volt. Nem is 8. Henrik feleségeiről van szó, hanem a kastély tulajdonosaira, úrnőire utal. A sor az építtetővel, Katalina Bricconival kezdődik, őt követte 2. Henrik kegyencnője, Diana de Poitiers, majd Henrik özvegye, Medici Katalin, majd 3. Henrik özvegye, Louise de Lorraine. A 18. században Rousseau támogatója, Madame Dupin, majd a 19. században komoly restaurációkat végző Madame Pelouse. A korhűen berendezett szobákban a sok virággal talán ezeket a hölgyeket idézik meg. A csokoládégyár tulajdonos Menier család 1913-ban vásárolta meg a kastélyt, azóta az ő tulajdonukban van.
Most éppen Louise de Lorraine 16. századi hálószobájában járunk. Fekete tapétával és fehér ruhában gyászott. Nézkelődjünk, használjuk ki a lehetőséget, hogy Franciaország egyik leglátogatottabb kastélyát ilyen nyugodt körülmények között tekinthetjük meg. Az ablakokból két pompás kertben gyönyörködhetünk. Az egymással vetélkedő két hölgy, Diana de Poitiers és Medici Katalin létesítették. Ha az akkoriban még újdonságnak számító, egyenes vezetésű, lépcsőfordulós lépcsősorok mennyezetét és az előcsarnok boltíveit szemlélve nem buktunk orra, a szabadba érve a kertekben is sétálhatunk egyet. Az 5 éves átjáró a 6. ív felett egy korábbi malom helyén épült kis kastélyba vezet. Még két távoli kép és bizonyíték, hogy a kert ápolása mindennapos komoly feladat. Tovább szaladunk újabb kastélyvár. Amboise. A 15.-16. században több francia király rezidenciája. A 10. században még az Anjou grófok, később az Amboise család tulajdona. Fénykorát a reneszánsz idején, 8. Károly uralkodása alatt élte. Első Ferenc meghívására az idős Leonardo is itt élt. Ebben a házban, amit alagút kötött össze a kastéllyal. A kastély 247 szobáját nem fogjuk végigjárni, de azért egy kicsi mutatóban. A késő gótikus Szent Hubertus kápolnát a vadászok védőszentjéhez illően a gancsok és vadászjelenet is díszíti. Belül gotik flamboise, lángoló gótika. Leonardo temetkezési helyeként tartják számon, bár valójában a korábban 100 méterre álló, már régen elbontott Szent Florentin templomban temették el. A királyi tanácsterem. Loire-ra néző galéria. Búcsúzásként innen nézzünk mi is. Azé le Rideau. Eredetileg Rideau d'Azé középkori lovag birtoka volt. A 12. században fontos békekötés helyszíne. II. Henrik angol és az oroszlán szívű Richarddal szövetséges Philippe Auguste francia király itt vetett véget a francia-angol háborúnak. Úgy tűnik, a kastély körül a vízimadarak és a halak is békét kötöttek. A kastély az évszázadok során bonyolult tulajdonosváltások után 1905-ben 200 000 frankért a francia állami lett. A lépcsőház mennyezetének kialakítása kazettás, függő baldahinos, a kazettákban rozetták és királyi fejek. Mi meg már Villandriban vagyunk. A Villandri kastély már megint nem a Loire partján, hanem a Cher folyó partján van, de már nagyon közel a Loire torkolathoz.
az azél Ridóban emlegetett békekötés során került a 12. században a kastély Friedrich von Colombier birtokába. Első Ferenc pénzügyminisztere a 15. században alakította reneszáns stílusúvá. A konyhában senki sem dolgozott, nem csodálkoztunk, hogy üres volt az étkezőasztal. De mi is, mint annyian mások, a kert miatt jöttünk. Nem csak az étkezőből, de a gyerekszoba ablakából is remek kilátás nyílik a pompás kertre. A torony magasságából a kastély udvarába is belátunk. A reneszánsz kert, mint szabályos mintázatú, zöld szőnyeg terül el lábaink alatt. Gondolnánk, de még a konyhakert is geometriai mintát követ. A glédába állított káposzták, répák nem a gyomrot, csak a szemet gyönyörködtetik. Innen már csak azok nézzék, akik a kertművészet után érdeklődnek. Csak zöldet látunk, de annál változatosabban. Ide nyugodtan ellátogathatnak a napjainkban annyira divatos zöldek is. Vajon hányszor nyírják egy évben? 1906 óta a Carvalho család és a gazdag amerikai kormanok rendben tartják a kertet. A mai tulajdonos Henri Carvalho az ükonoka. Hát, érjük be ennyi zöldséggel.